Megteltek a strandok és a szállodák idén-nyáron Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A várakozásoknak megfelelően sokan választották az itteni turisztikai látványosságokat. Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke azt mondta 35 perc című műsorunkban, idén is inkább a belföldi turisták érkeztek a megyébe, de arányuk kisebb, mint korábban volt. 60% magyar turista, 40% külföldi turista. Igazi küldőpiac nem volt, tehát jöttek Isten igazából minden irányból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkező szép számú turista tömeg itt Nyíregyházan, és azért végig lehetett úgy menni adott időszakban, hogy sokkal több külföldi hangot lehetett hallani, inkább a szláv nyelvcsoportból, mint a magyar hangot, vagy egy magyar szót, de természetesen nagyon sok magyar turista választotta még mindig Magyarországot és a belföldi nyaralást. Itt azért teszek egy pontot a mondat végére, de elmaradtunk magyar vendégszámba attól a vendégszámtól, ami mondjuk tavaly volt, és őket helyettesítették, vagy pótolták, hogyha lehet ilyen csúnya kifejezést használni, a külföldi turisták egy nagyobb számban, mint a 2021-es évben. A sikeres nyár után viszont nagyon bizonytalan az ősz és a tél. Az emelkedő energiaárak miatt sokan kénytelenek csökkenteni szolgáltatásaikat, vagy egyenesen bezárni a hideg hónapokra. Október 1-jéig van szerződés, még a régi szerződések szerint nagyon sok kollégának. Október 1-től december 31-ig lehet leszerződni az új rendszerben, vagy az új árakkal. Hát itt ilyen horrorisztikus árak vannak, itt a 850 forinttól az 1250 forintos kategóriáig, ami eddig egy olyan 100 forint környékén volt. Tehát egy irtózatos, egy 8-szoros, 10-szeres árnövekedés várható. Hát ezt kell megpróbálni valahogy kiváltani, csökkenteni minden egyes olyan tevékenységi folyamatot, amely esetleg ezeknek az energiahordozóknak a korlátozását jelent egy szálloda vagy egy étterem. Nincs úszoda például egy időszakban, például te nem fűtik a vizet, az is egy spórolás lehet. Hát vagy visszavesszük, igen, vagy korlátozzuk, vagy részlegesen tartunk nyitva, vagy nem tartunk nyitva, tehát minden megoldás szóba jöhet. Van rengeteg kollega, aki már most bedobta a törölközőt az új árak miatt. Ez azt jelenti, hogy ők már nem nyitnak ki a télen, nagyon sokan gondolkodnak részleges záráson, nagyon sokan gondolkodnak csak a 3-4 hónapnak a zárásán, tehát november 1-től márciusi zárásig. De hát mi lesz a magyar turizmussal, idegenforgalommal, ez egy jó kérdés. Ezen dolgozunk most reggeltől estig, hogy minél tökéletesebb javaslatcsomagot, elfogadható javaslatcsomagot tegyünk le a kormányzat asztalára. A szövetség abban bízik, hogy a kormányzattal közösen olyan programokat dolgozhatnak ki, amelyek egyszerre nyújtanak segítséget a szektor anyagi gondjaira, és biztosítják a megújuló energiahordozókra való áttérés pénzügyi forrásait a vállalkozásoknak.